A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ludovik Orbán szerint a jelenlegi kormány megbuktatása az őszi parlamenti időszak egyik legfontosabb célkitűzése a pártja számára. Ennek érdekében bizalmatlansági indítványt készítenek elő. Az augusztus 10 ei erőszakba torkollott tüntetés után egyre hangosabb az ellenzék. A liberális politikusok kihasználva a kormány ellenes hangulatot naponta ostorozzák a Viorica Dancsilla vezette kabinetet. Leg Ludovic Orbán pártelnök állt a sajtó elé, kijelentve a jelenlegi kormány hatalmas károkat okoz az országnak, ezért mindenképpen mennie kell. A liberálisok első embere igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tervezik-e bizalmatlansági indítvány benyújtását. Szeptember másodikán, amikor összeülnek a parlamenti frakciók, hogy megtárgyalják a soron következő parlamenti ülés szakra vonatkozó stratégiát és prioritásokat, ismertetni fogjuk a célkitűzéseinket. Biztonsággal mondhatom, hogy az egyik célkitűzésünk ennek a kormánynak a megbuktatása lesz, amely hatalmas károkat okoz az országnak. A jelenlegi parlamenti matematika szerint az ellenzék bizalmatlanság indítványának nincs esélye arra, hogy sikeres legyen, hiszen a két kormánypártnak kényelmes többsége van a parlamentben, még akkor is, ha történetesen a kisebbségek és az RMDS is a kormány megbuktatását támogatná.